Több évig tartó felújítási munkálatokat követően a hétvégén átadták a felújított Bethlen kastélyt a Maros megyei Bonyhán. Ünnepi istentisztelettel és kastélytúrával várták a közel 5000 érdeklődőt. Ünnepélyesen adták át a több éves felújítási munkálaton átesett Bethlen kastélyt a Maros megyei Bonyhán. Az eseményre közel 5000 érdeklődő gyűlt össze. Borsós Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke elmondta, hogy az elmúlt 10 évben rögös utat járt be a szövetség az épület érdekében. Kezdetben téglajegyeket árultak, és több mint 20 000 darabot vettek meg a tagok, ezzel is támogatva a kastély felújítását. Nagyon komolyan vettük azt, hogy ezt az épületet meg kell menteni. De azért is, mert az épített örökségnek egy része, azért, mert a múltunknak, a történelmünknek egy része, azért, mert egy olyan környezetben van, ahol etnikailag is összetett a lakosság. Nem szerettük volna semmi esetre, hogy ez kimúljon a mi történetünkből, és valóban úgy nagy-nagy feladatnak tekintettük. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke elmondta, árva Bethlen Kata a kastély egykori lakója emléke és példaértékű élete rendkívül fontos a Református Egyház számára. Árva Bethlen Kata a Református Egyháznak egy ikonikus nő alakja, aki a maga korában olyan dolgokat tett, amire ugye előtte se utána se sok példa volt, hiszen megküzdött a hitért, és az erdélyi egyházak patronusa volt, és számtalan sok helyen adományozott, és ennek az emléke ma is ott él az emberekben. Kelemen Hunor RMDSZ elnök hangsúlyozta, az ehhez hasonló munkálatok során nem csupán az épületek újulnak meg, de a nemzeti identitásunk is erősödik. Amikor ezeket az épületeket felújítjuk, tulajdonképpen a nemzeti identitásunkat is megerősítjük, hisz vigyázunk arra, ami a miénk, függetlenül attól, hogy melyik korból való, függetlenül attól, hogy kinek a tulajdonát képezte egykoron. Nemzeti identitásunk része az épített örökségünk is, ez magyar és transzilván egy időben, hisz az erdélyi kastélyok azt a történelmi időt mutatják meg, amely formálta az őseinket. A nemzeti színű szalag elvágása után az érdeklődők bejárhatták az épületet, valamint megtekintették a kis múzeumot is, amely bővebb információkkal szolgál az épületről és annak történetéről.